Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, jól vagyok. Maradéktalanul? Hát azt nem mondanám. De hát akik átestek a Covid-fertőzésen, és jobban megütötte őket, azok tudják, hogy ez nem kétnapos betegség. Olyan mértékben, ami belefér, helyzetjelentést kérek az egészségügyi állapotodról. A vonalban Elsimo László. Nézd. A rádió hallgatókat is köszöntöm. Nem gondolom, hogy az én egészségügyi állapotomat mondjuk, hogy a nyilvánosság számára egy meghatározó téma lenne, úgyhogy nem biztos, hogy erről kell beszélgetni. Kettő mondatot tudok mondani, 16 nap kivett fekvés után végre talpon vagyok, és túl vagyok ennek a betegségnek a nehezén. Sok más kortársamat eltérően szerencsésen ottam meg, hiszen ismerőseim, barátaim és lélegeztetőgépen vannak, illetve van olyan is, akit elvesztettünk az elmúlt hetekben, úgyhogy nem mondom, hogy nem ijedtem meg ilyen sem kicsit. Azt áruld el nekem, hogy dolgozhatsz-e már, milyen a teszt eredmény? A tesztem az negatív, de hát a terhelhetőség az egy másik dolog. A teszt az elvileg csak azt mutatja ki, hogy nem fertőző az ember. Tehát nem tud már másokat megfertőzni. Elhagytad-e már otthonod? Most éppen autóban ülök, mert pont vizsgálatra megyek. Úgyhogy ma először igen. Milyen érzés? Jó. Életemben összesen nem voltam talán ennyit beteg. Úgyhogy 16 napot kihagyni a munkából szerintem még sosem hagytam ki, eltekintve a családi nyaralástól. Úgyhogy... Aztán ez egy furcsa érzés. Rájöttél-e bármire erre a 16 nap folyamán? Én azon sokat gondolkodtam, hogy komolyan kell-e venni ezt a betegséget, vagy nem, de hát egyértelműen arra jutottam, hogy feltétlenül. Ugyanis azt látom, hogy nagyon súlyos következményei lehetnek annak, hogy valaki nem fizikum. Én nem akarok nevet mondani, egy 30 éves fiatalember, az egy nagyon jó barátomnak a fia, egészséges, semmi baja nincsen. Ő most lélegeztetőgépen van, pusztán csak azért, mert azt gondolta, hogy ő ezt lábon is kihordja. Tehát egyszerűen nem vette komolyan ezt a betegséget, úgyhogy ezek nagyon, nagyon intő jelek, hogy ez nem egy egyszerű nátha, de nem is egy influenz. Én is egyébként kicsit lazán kezeltem. Azt gondoltam, hogy egy erős, egészséges szervezet az immunrendszerén keresztül ezt könnyen kezelni tudja. Hát nem tudtam könnyen kezelni, tehát nagyon különböző reagálunk rá. Például nem értem azt, hogy miért nem kapták el a családtagjaimat, egyszerűen nem értem. Mert az elején, amíg nem tudtuk azt, hogy milyen helyzet, addig nem voltunk elszeparálva, aztán utána elszeparálhattunk a lakásban, de... Mennyire jól viseled, Laci, azt, hogy számtalan kérdésedre nem tudod a választ? De ezt kell fogadni, ez az életrendje. Mennyire tudod elfogadni azt, hogy én, akinek hát hivatásom nincs, küldetésem sincs, munkám van, de azért tudod, hogy azt nem munkának tartom, tehát annál több, de ilyen hangzatos szavakkal nem élnék. Tehát amíg te azt mondod, hogy viszonylag könnyen tudomásul veszed, hogy nem kapsz választ, én el kell, hogy neked mondjam, és ez már közéleti rész, de ugrálni fogunk, mint mindig, hogy én nagyon rosszul tolerálom azt, amikor az én érdeklődésemnek a hivatalosság gátat szab azáltal, hogy nem hagyja nyilatkozni azt az embert, aki talán válaszolni tudna a kérdésemre, vagy azt mondaná, hogy ennyit tud mondani, a többi az talány. Nézd, ez a te munkád része, és most nem tudom, hogy konkrétan mire utalsz, de minden esetre megértem azt, hogy te ezt nehezen tolerálod, bár újságíró és újságíró között is van különbség. A te lelki alkatodból következően... Nem rólam van szó, Laci, nem rólam van szó. Itt arról van szó, hogy legutóbb pénteken beszélgettem
több-kevesebb sikerrel a tekintetben Navracsis Tiborral, ami a tájékoztatást illeti, és elmeséltem neki, hogy 98-ban milyen bátortalan kísérletet tett a központosításra a Fidesz akkor, amikor azt mondta, hogy egy kommunikációs gépezetet épít fel, vagy üzemeltet a tekintetben, hogy mindig pontosan tudja, hogy a tagságból és a vezetőségből ki hol nyilatkozik, és talán fél évig, ha tartott, és utána szétesett ez a gépezet, és aztán működött úgy, ahogy általában működni szokott Magyarországon, vagy amit én tapasztalok. Itt egyszerűen arról van szó, hogy vannak személyek, akik valamilyen okból, ezt nehéz megmondani, vagy az operatív törzshöz tartoznak, vagy más okból nem nyilatkozhatnak. Vannak, akik az egészségügyből könnyebben nyilatkoznak, vannak, akik nehezebben, van, akik kizárólag engedéllyel, és én ilyen emberrel, akinek egyébként engedélyt kell, hogy adjon valaki, akiről fogalmam nincs, hogy kicsoda, én nekem még nem sikerült, hozzátéve, hogy én még ezt is tudomásul veszem, mert hogy nagyon elfoglalt emberekről van szó. De amikor azzal szembesülök, nem egy esetben, hogy az illetővel felveszem a kapcsolatot, mert ismerjük egymást, vagy tudom a telefonszámát, és ő hajlandó szóba állni velem, és ő egy tízes skálán tízes készségességet mutat, majd a kommunikációs főnöke közli velem, hogy az illető nem ér rá, akkor bennem olyan indulat ébred, amely indulat pontosan elegendő ahhoz, hogy másnap is bejöjjek ide dolgozni. Ez nonsens. Én ezt nem akarom minősíteni, én dolgoztam a kormányzatban, ott megvoltak a szigorú protokollok, amiket az ember igyekezett betartani. De ez a kommunikáció felém a főnökétől arra vonatkozott, hogy az illető elfoglalt és nem tud velem beszélgetni, miközben az illető azt mondta, hogy bármikor, nagyjából csak engedéke. Majd aki az engedélyt megadja, azt mondta, hogy az illető nem ér rá. Hát ne hazudjanak nekem a szemembe, Laci. Értem a problémádat, de... Ez nem nehéz. Ezzel én most, nála úgy, János, nem tudok mit kezdeni, nem. Még egyszer mondom. De Laci, beszélgetünk, az Isten áldjon már meg, nem arra kértelek, hogy intézkedj. Én csak elmesélem neked, alapvetően a dolog semmi másról nem szól. És ezt te nagyon jól tudod. Ráadásul azt is tudod, hogy nálam mekkora érzelem van még emögött, ami kifejezetten kontraproduktív. Sokszor és sokszor produktív, az pedig az én kíváncsiságom, az ismerkedési vágyam, a világban való elhelyezkedésemmel kapcsolatos vágy, hogy emberekkel beszélgessek, és megtiszteltetésnek veszem a te esetedben is, ha valaki szóba áll velem, hogy ő is azt érzi-e velem kapcsolatban, az legyen az ő dolga, és szomorú vagyok, hogyha ez nem jön létre, még szomorú vagyok akkor, amikor ettől engem valaki hivatalból megfoszt, és keresem ennek az okát, és azt tudom mondani, hogy ez a kormányzat most, de ezt megelőzően sem volt igazán olyan, mint aki térdére ültette a Nebulót, és azt mondta neki, hogy mesélek. Én értem, hogy rengeteg sírelem érte őket, meg mindenkit, ezt elmesélte pénteken is Navracsis Tibor, ezzel együtt én azt gondolom, hogy az a státusz, amivel te rendelkezel, az együtt jár azzal, hogyha megkeres Pityi Pál, és egyébként te ráérsz, akkor azt mondod neki, hogy Pityi Pál úr, mit szeretne tudni? Ennyi. Hát nézd, én ezt megértem. Most nagyon furcsa helyzetben voltam, mert ugye kinevezte a miniszteri biztosnak, és gyakorlatilag te voltál az egyetlen, akinek egy-két előzőre nyilatkoztam, sorra érkeztek a megkeresések, soroltam tovább az orgánumokat, kultúra.hu, akik szerettek volna interjút kérni, információhoz jutni, Népszava és a többi, mindenkit el kell utasítsunk, mert nem voltam abban a helyzetben, hogy érdemben is fölkészülte nyilatkozzak. Túl azon egyébként is, hogy a temésőtben is elmondtam, hogy egyelőre nincs miről beszélni, hiszen a következő órakok feladata lesz az, hogy felmérik a helyzetet, és jó, azért ezzel óvattal, most már 15-e elmúlt, most már miniszteri biztos volt, amikor mi beszéltünk, akkor még értettem az elhárítást, mint kinevezett miniszteri biztosnak, aki egyébként már nem úgy aktív beteg, mint korábban, valamit kell tudni mondani, hiszen nem égből potyant rád ez a cím, mint te azt elmondtad, ezzel kapcsolatosan te már korábbi tevékenységet folytattál, tehát az, hogy miről beszélsz és mennyiről, az rajtad múlik, de azért túl vagyunk a starton. Hát persze, túl vagyunk a starton, de most kezdődik a munka. Aztán már utána, hogyha a munkát részben elvégeztük, akkor lesz miről beszélni. Most nem lehet többet mondani annál, mint amit egy héttel ezelőtt mondtam neked, vagy amit megjelent a közlönyben. A feladat egyértelmű, azt el kell végezni, és a elkövetkezendő hetekben is fogjuk végezni ezt a munkát.
nem fogunk kapkodni. Én személy szerint mindenkivel, aki érintett a dologban, egyeztetni fogok, és aztán utána majd lesz miről beszélni. Először is javaslatot fogunk megfogalmazni a miniszter, illetve az államtitkár fele, hogy átalakítsuk a rendszert, és miképpen alakítsuk át. Ennél többet most nem is tudok mondani, nem is akarok. Körülbelül mennyi idő, amikor ez ügyben nyilatkozó képes leszel? Hát szerintem egy 2 hónap. 2 hónap? Azt áruld el nekem akkor, hogy El Simon megváltoztatta a borítóképét. Én próbáltam rájönni, hogy ez micsoda, de nem sikerült. Mindjárt megnézem, jó? Jó. Nem tudod, hogy mi a te borítóképed? Hát a valószínűleg ugye 2 profilon van. Így van, és a közéleti profilomon a borítóképemet az egyik kollégám is szoktak alapítani. Igen, ez a közéleti. Így van, és mint hogy én 16 napig feküdtem, ezért teljesen egészében rábíztam a dolgokat. És ha megnézted, akkor láttad, hogy a megszokott posztszámtól eltérően ez így van. Sokkal kevesebb dolgok kérem meg a Facebookon. Ennek pusztán csak az egy okom volt, hogy nem csináltam semmi olyat, ami nem nyilatkoztam, nem írtam semmi olyat, ami a nyilvánosság számára fontos. Rájöttél közben, hogy mi ez? Ez egy szobor? Nem, mert most nem tudom megnézni. Alkonyadban egy szobor. Elküldöm neked, jó? De János, hiába küldöd nekem, mind küldöd el. Telefonon. Mert csak a telefon a fülemen van. Jó, rendben van, akkor nem küldöm el. Mindjárt megpróbálom, akkor az iPad-en megnyitni. Jó, figyelj, ennyire nem fontos. Azt kérdezem tőled, hogy... A Blogsztáról jelent meg egy írás, amely egy rádióműsorral volt kapcsolatos, ahol arról beszélgettek emberek, hogy vajon minek is a következménye ez a járvány. Megszólalt benne Viziel Szilveszter, Erdő Péter, Balogh Zoltán, Köves Lomó, mindenki mondott valamit. Erdő Péter azt mondta, hogy... A túlzott mennyiség utazás, a globalizáció, az állandó helyváltoztatás hatalmas környezetszennyezéssel jár, és ez nagy valószínűséggel nem fog folytatódni, illetőleg arról beszélt, hogy a világjárvány Isten figyelmeztetése, nem, azt Slomo mondta, a nagy járványok sokszor kultúrtörténeti vízválasztók is voltak, mondta Erdő Péter. Ha már a Slomót említettem, akkor ő azt mondta, hogy az emberiség elbízta magát, elhitte, hogy kizárólag a saját dolgai a fontosak, és közben megfeledkezett egy csomó más dologról. Balogh Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke azt mondta, hogy szerint a járvány figyelmeztetés, mert az ember nem tartotta tiszteletben azokat a határokat, amelyeket a teremtési rend kijelöl számára. A büntetés talán erős szó, de van a járványban isteni figyelmeztetés, és megszólalt Vizie Szilveszter is, aki azt hangsúlyozta, a vírus a közös ellenség összefogásra kényszeríti az emberiséget. Te látsz-e bármi természet fölötti, természet alattit ebben a mostani járványban? Én természet fölötti nem látok, de az emberkedét egyértelműen látom benne. Tehát mondjuk az a fajta megközelítés, amely a például a Balogh Zoltántól hozzáható, az abszolút elfogadható. Még azok számára is, akik adott esetben a teremtett világban, vagy a teremtett rendben nem hisznek. Hiszen az biztos, hogy az ember folyamatosan feszegeti nem csak a teremtett világnak, hanem a természetnek a rendjét és annak a határait. Hát mint ezt a vírust bizonyíthatóan most már azért többen. És minden valószínűség szerint az elszabadulásában is. Ezért nyilvánvalóan igaz az, hogy ezért a járványért mi magunk vagyunk a felelősek. És abban az értelemben is felelősek vagyunk, hogy nem vettük komolyan. Hála Istennek Magyarország, igazán az első pillanattól fogva rendkívül komolyan vette a kormányzat is. Függetlenül most tekintsük meg a politikai számoktól, hogy ki mivel vádol, de gyorsan beúztuk a kéziféket, szemben az olaszokkal és sok más országgal.
de a világ jelentősége nem vették komolyan, és gondolták, hogy ez nem több, mint egy sokadik influenza. És egyébként a vírusszkeptikusoknak a száma most is magas Magyarországon, és ez látszik a regisztráltatnak a számából, látszik abból, hogy mik keringenek az interneten, mindenféle ezoterikus sámároknak a dolgaira gondolok most. De még csak azt sem tudom mondani, hogy elég átesnek a betegségem, mert talán a múlt héten mondtam azt, hogy van olyan barátom, aki több mint 40 napig volt lélegeztetőgépen, és a családja vonakodik attól most, hogy beoltassa magát. Tehát ugye egészen furcsa dolgok. Nehéz aktuál politikai elemektől eltekinteni, de én is megpróbálok, de még mielőtt itt közelítenénk a jelenre, bár lehetséges, hogy el se jutunk idáig. Azt kérdezem tőled, hogy azon a területen, ahol te alapvetően létezel, bár sok területen létezel, mint azt tudjuk, vala volt, a kultúrafogyasztást illetően látod-e azt, amit ez a járvány okozott, és én egyebek közt gondolok arra a beszélgetésre, amit Máté Gáborral folytattam, és ami szinte privátim volt, függetlenül attól, hogy ebben a rádió tévében hangzott el, melynek neve, vagy rádió tévéműsorban, melynek neve Kejfej Jancsi, és amelyben azt mondta, hogy szerinte hosszú ideig, vagy talán örökre másféleképpen fognak az emberek színházba járni, mint eddig jártak, mondja ezt egy olyan színházigazgatója, vagy mondta, akinek a színháza telt házakkal ment, és ahol jegyet nem lehetett kapni, és aki azt mondta, hogy arra kell fölkészülni, hogy úgy fognak az emberek színházba járni, mint hogy moziba mennek, az utolsó pillanatban döntik el, és még akkor is lehetséges, hogy megváltoztatják a döntésüket, és egyben egy olyan feleslegességi tudatról is beszámolt, mint kvázi mit csinál a szél, ha nem fúj, amit, de ezt már, ezt már saját magáról mondta, nem a színházról, amivel egészen mostanáig azért nem számolt, mert soha nem került olyan helyzetbe, mint amilyen helyzetben most került. Hasonlót megéltél-e? Gondolsz-e bármi mást adott esetben a múzeumokról, amelyeknek a dolgai most téged foglalkoztatnak, mint a járvány előtt? Osztom Máté Gábornak a véleményét. Föl se tudjuk még mérni, hogy ilyen hosszú távú következmény éreznek a kutatási rendszerre a járványnak. Tehát te is úgy gondolod, hogy nem fog folytatódni úgy az élet, mint ahogy eddig folyt? Először is, ugye, hogyha túl leszünk ezen a járványon, és le tudjuk küzdeni, vissza tudjuk szorítani ezt a betegséget, mert nyilván van, úgy teszünk fel, mint az influenzával, hogy együtt fogunk vele élni, de vissza kell szorítani, és a lehető legkevésbé, a lehető legjobban meg kell akadályozni azt, hogy szédes sétegeket meg tudjon fertőzni. Tehát magyarul valamilyen szinten túl leszünk ezen a járványon. Akkor föl kell mérni a károkat. Mert most látjuk azt, hogy ugye, milyen jelentős bevételkiesésekkel számolhatnak bizonyos intézmények. A világ, a nyugati világban a múzeumoknak a látogatottsága egy év alatt 77%-kal csökkent. Ez egészen brutális szám. Tehát nyilvánvalóan ezt lehet tapasztalni nálunk is. Javarítom az oka, hogy a világ legtöbb pontján múzeumok be vannak zárva, de ott is jelentősen csökkent a látogatószám, ahol nem zárták be a múzeumokat, vagy újra nyitották őket. Tehát ez már előrevetíti azt, hogy a állapotfölmérés után mire számíthatunk a jövőben. Előrevetíti mindazt a múzeumi területen is, amiről Máté Gábor a színházak kapcsán beszélt. Én nagyon félek attól, hogy hogyan fogjuk tudni visszautatni a klasszikus kulturális terekbe az embereket. Egyébként is nagy kihívás, főleg az legújabb nemzedékeknél az, hogy beszoktassuk őket a múzeumba. Múzeumba járó, múzeum látogató emberek képezik őket. A múzeumok állandó kiállításai régóta küzdenek problémákkal. Szerintem ez még erősebb lesz a következő években. Ugye azt kell látni, hogy az, amire képesek voltak az új típusú film megosztó szolgáltató televíziók, mindezt az is kellett, nem csak az internetnek a térhódítása kellett, hanem az is kellett, hogy olyan viszonylag normális áron televíziókészítők vásárolásnak a téles tömegek, amelyek nagyon komoly élményt tudnak nyújtani. Tehát a házi mozizás rendszere az ma már viszonylag könnyen elérhető mindenkinek. Az emberek előbb vesznek egy nagy síkképernyős televíziót, mint sok minden más, ami fontos lenne az életükben. De ugyanezt az élményt, amit a
mozi helyet meg tud adni egy speciális televíziós csatorna, ami ráadásul ugye a filmgyártásnak a gyakorlatát is megváltoztatta, lásd a televíziós sorozatoknak a sikere, és a legjobb filmeseknek, a legjobb színészeknek ebbe a világba való átlépése, ezt nem tudod megcsinálni a színházzal, nem tudod megcsinálni a múzeummal, nem tudod megcsinálni a könyvtárral. A könyvtár nem csak arról szólt, hogy beszaladtál és kikölcsönöztél egy könyvet, annál sokkal többről. A színházak esetében az online közvetítések engem például kifejezetten zavarnak. Egyszerűen azt az élmény nem tudják megadni, mint amit a valóságos térben. Ezért ez fölcserélhetetlen lesz. A múzeumoknál meg, ahol eleve abban az irányban ment a múzeumi módszertan, hogy hogyan tudjuk minél közelebb vinni a tárgyakhoz a látogatót, hogyan tudunk bizonyos dolgokat kiszabadítani a vitrinekből, hogyan tudjuk egy múzeumpedagógiai foglalkozás során a gyerekek kezébe adni az eszközöket, a régi fegyvereket, és a többi. A közben most abban az irányba menni, hogy online múzeum a járás, ami egyébként van számos kísérlet, és sikeresek is, és remek online programokat bonyolítottak a múzeumok, de ez alapvetően a múzeumnak a halálát jelenteni, hogyha csak ez lenne. Tisztáztuk, hogy kell idő, amíg dolgozod a koncepció, de azt kérdezem, hogy ami egyébként a miniszteri biztonságoddal összefüggő tevékenység a múzeumokat illetően, abban egy meghatározó elem lesz mindaz a tapasztalat, amit az elmúlt hónapok okoztak, szereztek, gyűjtöttek be a pandémia okán a múzeum világában? Mindenképpen, de ez a hosszabb távú feladat. Tehát az, ami éppen tegnap kaptam meg postán Hánagy Péter barátomnak, a kiváló és egy bűvel a nézőzőknek barátomnak az új könyvét, amely könyvben Hánek Péter már most foglalkozik a pandémia hatásaival, utális hatásaival. Először is az előképeivel, a filmművészetben olyan jelentek meg olyan vizionált világjárványok, mint amilyen ez a mostani. Miképpen látták az alkotók azt a világot, amelyet egy vírus letarol, vagy célre kényszerít. És utána foglalkozik, mert még nem olvastam végig, csak néhány részt olvastam el belőle, tudottam át, aztán foglalkozik azzal, hogy milyen hatásai vannak, meg lehetnek a pandémiának. Tehát igazság szerint ezt föl kell mérni. Mindenképpen korszak határ ez. Hát gyakorlatilag a gyerekeink többet nem jártak iskolába, mint a második világháborúban az akkori gyerekek. Tehát ez egészen döbbenetes számukra, ez egészen furcsa élmény lesz. Én szülőként ezt közelről láttam, nekem nagyon tanulságos, tehát sokan nem látják azt, hogy mi történik a gyerekekkel, és hogy milyen az, hogy valaki úgy fog érettségizni, hogy a érettség előtti közel egy évet egyáltalán nem ment be az iskolába. Figyeltem a konyhában, hogy milyen egy online irodalomóra, pont tegnap hallgattam a gyerekemet, illetve a pedagógusát, ahogy a gyerek ült a mobiltelefon fölött, és ment éppen a műfaj ismeret óra, az érettségre fölkészítő irodalomóra. Tehát ezek nagyon, nagyon meghatározó élmények, és gyerekeinknek, meg ennek a nemzedéknek, amelyik fiatal felnőtt, 15 és 20 év közötti, vagy 22 év közötti fiatal felnőtt, az egész életére való. Jó, de mondjuk közelítve a mi kettőnk beszélgetésének az alaptémájához, ez anélkül, hogy iniciatíva lenne Kemencsi Lajosnak, akár üzenet lehet, bár lehet, hogy ez már az ő fejében is ott van, hogy egy 2022-es Néprajzi Múzeum kiállítás megnyitóján adott esetben változtasson a struktúrán, és mondjuk moszkokat állítson ki, amelyekről lehet tudni most is, hogy gyűjti ezeket a Néprajzi Múzeum, tehát hogy a tematika, a megközelítési mód, meg annyi más dolog, ami befolyásolja a múzeumot, hozzátéve, hogy az a látogató, aki immáron beteheti a lábát, vajon minek a függvényében fogja eldönteni azt, hogy a Ligetig elmegy, de a múzeumban nem megy be, vagy a múzeumban is bemegy? Hát először is kezdjük onnan, hogy a Néprajzi Múzeum, aminek most új épülete épül végre, sok-sok évtizedes várakozás után kiszabadul ugye a kúriának
a bírósági épületéből. Ez az ország egyik legjobb gyűjteménye rendelkező múzeum. A nemzetközi összehasonlításban is fantasztikus gyűjteménye van, és Kemecsi Lajos igazgató úr remekül tárja fel ezt a gyűjteményt. Tehát én biztos vagyok benne, hogy egy napszerű állandó kiállítás fog bennünket várni. Na most a Néprajzi Múzeumnak a sok-sok régi népi tárgyi emléken túl a gyűjtőkörébe tartozik a mai úgynevezett városi folklornak a gyűjtése is. Erre utaltam. Igen, csak távolabbra közelítettem, és ennek a városi folklornak nyilvánvalóan részévé vált az elmúlt egy évnek a maszk, akár mazaránkat is, hogy művészete. Tehát az, hogy ki milyen feliratú maszkot hord, mit ír rá, milyen módon használja a kommunikációs célokra a maszkot, mint felületet, ez rendkívül izgalmas, és hogyha a Néprajzi Múzeum ezzel foglalkozik, az nagyon helyes. És ez a maszk viselési, mondjuk, hogy kultúra, ez későbbiekben mindenképpen megmutatásra érdemes lesz. Ez egy kultúrtörténetileg is fontos pillanat, amit most megélünk, vagy megtapasztalunk. Na, közben megnéztem a Facebookot. Köszönöm. Valóban ez egy friss kép. Ez a Kontúr András kiváló szobrászművész barátomnak az alkotása. Van egy nagyon jó napszobba sorozata, meg egy sütői mészkőből faragja. Nagyon, nagyon szép plastikus alkotások. Tehát, miközben abszolút non-figuratív dolgokat csinál az András sok plastikus szobor mellett. A közben mégiscsak azáltal, hogy ennek a sorozatnak a nevét a mi központi égitestünk a nap adta, ezért egy nagyon érdekes jelentés tartománya a bővül. Na most ez a szobor kép, amit látszik, ez a Kápanási Galászkastély kertjébe felállított szobornak a fotója. A hátterében a Berencei hegységgel, pont olyan a tájolása a szobornak, hogy az esti naplementében így látszik a szobor. Különböző Andris nagyon szép fotót készített, ahol ez az ő fotója, úgyhogy ezt szokták ki a kollégáim, ezt szerint, amíg én beteg voltam. Még egy kérdésem volna, azt kérdezte az egyik néző hallgató, hogy van-e bármi mondandód a velencei korzón történt lehatárolással kapcsolatban, arról a kerítésről van szó, amely megnehezíti vagy lehetetleníti a tóhoz való lejutást, ezt kérdezte valaki. Rendkívül szomorú a helyzet a velencei korzónál. Részben azért is, mert sajnos az üzemeltetők, most új üzemeltetővel ugyan, de a régi üzemeltető nem tudta úgy kézben tartani ezt a területet, hogy rend legyen, tisztaság legyen. Az első pillanattól fogva azt mondtam, hogy eznek nagyon nagy a kockázata, hogy minden ingyenes az európai más pályázat miatt. Ingyenes a parkolás, ingyenes a strandolás, ingyenes a WC. Részben azért, mert így nem tudok kontrollálni azt, hogy mennyien mennek be. És nem tud megfelelően mondjuk rendet tartani, őrzésvédelmet biztosítani. De ennél az állapotnál, amit felapult, lehetett volna sokkal jobb is. Az az igazság, hogy a Velencei tó környékén levő településeknél a vagyon elleni bűncselekményeknek a száma a velencei korzón önmagában nagyobb, mint a összes többi településen együttvéve. Tehát ezt nem én mondom, hanem a rendőrkapitány. Tehát magyarul az, hogy ott az embernek a táskájából kivesznek valamit, ez mindennapos probléma. Tehát ezzel mindenképpen kell valamit kezdeni. Erre viszont ilyen drasztikus módon egy kerítés építése nem jó megoldás. Ráadásul oda, ahol építette az üzemeltető tulajdonos a kerítést, tehát mondta, teljesen észszerűtlen dolog volt kerítést építeni. Ez jogszerű vagy nem jogszerű? Abszolút egy jogszerűen épített a kerítést. De alapvetően nem ez a kérdés. Tehát ugye az önkormányzat is átgondolhatta volna, hogy mit és hogyan enged meg, de mint hogy egy élő szerződése van, sok évtizedre nálam van az üzemeltetési jog, ezért ő odarakki padot, kukát, kerítést, ahova akar. De ebből még nem következik, hogy helyes volt a kerítésnek a megépítése.
Tehát az én tudomásom szerint, mint a korábbi üzemeltetési szerződést láttam, és az új tulajdonos ebbe az üzemeltetési szerződésbe lépett be, mert valójában az üzemeltető céget vásárolta meg, tehát az én tudomásom szerint jogszerűen épített kerítést. Ugye ettől még az ingyenességet biztosítania kell a pályázati időszak lejártáig, utána akár fizetős is teheti a strandot. Tehát azért ezzel is szembe kell nézni, vagy fizetés is teheti az ottani parkolókat, hogyha a lejár az üzemeltetési időszak. Köszönöm szépen a rendet. Mindezzel együtt én biztos nem ezt a megoldást választottam volna, megértem a velencélyeknek a felháborodását, megértem a helyi lakosoknak a döbbenetét, és biztos azt tanácsolom az üzemeltetőnek, hogy mind az önkormányzattal, mind az ottani szolgáltatókkal, mind a környékbeli lakosokkal, akik rendszeresen ott sétálnak, kávéznak, fürödnek, azokkal érdemes jól kommunikálni az ilyen rossz szituációknak a elkerülése érdekében. Köszönöm a rendelkezésre állást, remélem, hogy az orvos jót mond, a hangos sokkal jobb volt, mint a múlt héten. Köszönöm szépen én is. Nagyon szívesen, önök Elsimon Lászlót hallották. Óhaj-sóhaj panasz, 140 másodpercen át, 061 9 111 168.